Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősök. Hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, pünkösd vasárnap a Szentlélek eljövetelének az ünnepén, amit most hallottunk az evangéliumból, ez egy nagyon fontos ígéret, hogy a jövendőt fogja hirdetni nekünk a Szentlélek. Több dolog is eszünkbe juthat ennek a mondatnak a kapcsán, hogy a jövendőt fogja hirdetni nektek, ígéri Jézus. A legelső és a legfontosabb az, hogy a Szentlélek meghirdeti mindannyiunk szívében azt, aki maga az eljövendő. Tehát nem csak úgy egyszerűen a jövőben történő dolgok, hanem az eljövendő. Az eljövendő nagy király, Jézus Krisztus. A Szentlélek azért jön el, hogy rámutasson arra, hogy visszajön majd Jézus Krisztus ebbe a világba, és meg fogja ítélni ezt a világot, véget ér ez a világ. Véget ér ebben a világban minden, ami mulandó, elmúlik ennek a világnak a formája. És kezdődik az az élet, amiben már nincs mulandóság, nincs romlandóság, megszűnik a bűn uralma végleg teljesen, a sátán a tüzes tóba lesz vetve. És mindazok a sátánnal együtt oda lesznek vetve a tüzes tóba, akik nem engedelmeskedtek a Szentléleknek, és nem imádták az atyát lélekben és igazságban. Tömören, röviden ez a lényege, ez a hitigazsága annak, hogy eljön a Szentlélek, és hirdeti nekünk a Szentlélek Jézus Krisztus második eljövetelét, a világ végét, az utolsó ítéletet. És ez az egyház feladata a történelemben, hogy tanúságot tegyen arról, hogy ez a világ elmúlik, nem csak úgy, hogy az egyes emberek meghalnak, hanem úgy, hogy az egész világot átadja Jézus az atyának. És az atya uralma beteljesedik. Most még van idő a döntésre, van idő a lázadásra, van idő arra, hogy kibontakozzon a gonosz léleknek a munkája, és hogy ezzel szemben kibontakozzon Isten országának az uralma. Jelenleg egy olyan világkorszakban élünk, amikor párhuzamosan működik két erő, mind a kettőnek szabad tere van, a gonosz léleknek is, és a szent léleknek is. Ez nem azt jelenti, hogy két egyenrangú erő, hogy szimmetrikus lenne, hiszen a világosság mindig sokkal erősebb, mint a sötétség. A szeretet mindig sokkal erősebb, mint a gyűlölet. Az igazság egyértelműen győz a hazugság fölött.
Amikor ezt halljuk, hogy a jövendőt hirdeti nekünk majd valaki, akkor persze elindulhatnak ilyen hétköznapi egyszerű gondolataink is, hogy hát jó-jó, hogy most majd arról akar beszélni a Szentlélek, hogy eljön Jézus és utolsó ítélet lesz, tehát bennünket egyszerű hétköznapi dolgok érdekelnek, hát ha már a jövőről van szó és ezt akarja nekünk valaki hirdetni, inkább mondja maga lottó számokat. Kutatjuk a jövőt, mi fog történni a jövőben. Ki mondja meg nekünk azt, hogy milyen lesz a jövő? Izgalmas kérdés. Mindig érdekli az embereket. Két dolog nagyon érdekel bennünket, hogy mi lesz a jövőben, és hogy mi történt a múltban. Az, amit elmulasztunk nagyon sokszor, az a jelen. Ami most történik. Jézus Krisztusnak az egyik neve az, hogy valóságos jelenlét. Az oltári szentségben valóságos jelenlét. Isten nem a képzeletünkben vár minket, hanem a jelenben. Jézus azt ígéri, a mennybe menetelekor, ezt olvassuk a Máté evangélium legvégén, amikor Jézus az égbe emelkedik, azt mondja, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Folyamatosan, szüntelenül jelen van az életünkben Isten, és akkor tudunk vele találkozni, hogyha észrevesszük, ha odafigyelünk rá. Találkozni Istennel a legcsodálatosabb dolog, vele élni folyamatosan még csodálatosabb. Kicsit olyasmi ez, mint hogy csodálatos találkozni egy fiatal párnak egymással, szerelem pillanata, de még csodálatosabb folyamatosan együtt lenni. Jézus azt ígéri, hogy velünk lesz, velünk van minden nap a világ végéig, és azon is túl. Múlt hét vasárnap, Urunk, mennybe menetelének az ünnepén picit beszéltem arról, hogy a mennyország mindannél jobb lesz, amit mi a Földön átéltünk. Minden élményünk, amit felsorolhatunk, amellé odaírhatjuk sorban egymás után, hogy ennél is jobb lesz a mennyország. Ennél is, mindannél jobb Krisztussal lenni örökké a mennyben. Amikor Jézus magigéri a Szent Lelket, akkor ezzel már azt is mondja, hogy az az eljövendő ország betör ebbe a világba, és itt akarja fölépíteni az ő uralmát, tehát ahogy második János Pál pápa mondja, hogy mindazok, akik az eukarisztiában Krisztussal táplálkoznak, már most az eljövendő mennyország előízét érzik. Az előízét tapasztalják a mennyországnak azok, akik hittel közelednek Jézus Krisztus valóságos jelenlétéhez, ehhez az ünnephez, amikor szent áldozásban magunkhoz vesszük Krisztus testét és vérét. A Szentlélek azért jön tehát, hogy meghirdesse a szívünkben Krisztus uralmát. És ez az uralom nagyon valóságos, nagyon konkrét. Nagyon konkrétan akar bennünk uralkodni az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nyilván érezzük azt, hogy milyen az, amikor nem a szabadság, nem az öröm, nem az Isten szeretete uralkodik bennünk az életünknek egy adott területén, hanem valamilyen megkötözöttség, ragaszkodás, valamilyen félelem, harag, valamilyen ördögi befolyás, amit lehet, hogy nehezen tudunk néven nevezni, de azt érezzük, hogy nem vagyunk szabadok. Ezt érzi az, aki láncdohányos, aki alkoholfüggő, drogfüggő, játékfüggő, szexfüggő, vagy bármilyen mániája van, ezt érzi, hogy egy ellenállhatatlan kényszer hajtja, de mégse lesz tőle boldog.
egy uralom jelen van az életének egy adott területén, ami persze befolyásolja valamennyire az életének a többi valóságát is. A Szentlélek azért jön, hogy az életünk minden területét átjárja, és felszabadítson minket. Felszabadítson minket minden olyan ellenséges uralom alól, ami nem hagyja, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljünk. Az Isten gyermeki szabadságnak a nagy ünnepe a pünkösd. A Szentlélek azért jön, hogy megpecsételje bennünk az Isten gyermeki szabadságot. És ebben a szabadságban azok az erények, azok a gyümölcsök bontakoznak ki bennünk, amit hallottunk Pál apostol szavaiból, a lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Amikor valakinek az életében ezek a gyümölcsök elkezdenek napvilágra kerülni, és mások is ezt meglátják, és visszajelzik, akkor az az ember azt érezheti, hogy igen, a Szentlélek munkálkodik bennem. A Szentlélek termi maga az életemben ezeket a gyümölcsöket. Amikor észreveszem azt, hogy hoppá, most nem üvöltöttem le valakinek a fejét, hanem olyan türelmes voltam, békés. Pedig korábban, amikor ugyanilyen eset történt, akkor kirobbantam. A Szentlélek maga ajándékozott a türelem gyümölcsével. A Szentlélek így akarja az egész életünket fölékesíteni, földíszíteni. Azért, hogy teljessé váljunk. Teljesen teljessé Istenben. Drága Szentlélek, köszöntelek téged ezen a csodálatos ünnepen. Hiszem, hogy te vagy a legjobb barátom. Hiszem, hogy mindannyiunk szívében ott akarsz lakni. Kérünk téged, Szentlélek, hogy nyilatkoztass ki, hozd el az életünkben az eljövendő nagy királyt, a messiást, Jézus Krisztust. Kérlek, Szentlélek, hogy szabadíts meg minket. Szabadíts meg minket mindattól, aminek a fogságában élünk. Hozd el nekünk, drága Szentlélek, az Isten gyermeki szabadság és öröm ajándékát. Köszönjük, hogy ezt végbe viszod. Dicsőítünk téged, Szentlélek, mert csodálatos vagy. Ámen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.